Mindennapos munka a Keszthelyi Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Georgikon kampuszának telephelyén. A kutatás végeredménye maga a burgonya, melynek a szortírozása és raktározása történik ebben az új csarnokban. A fejlesztések között történtek építési beruházások, mint a mögöttem látható 1000 tonna tároló kapacitású burgonyatároló. A fejlesztés célja, hogy a növénynemesítésnek és a legkülönfélébb genetikai kutatásoknak köszönhetően előállított új genotípusokat, azaz az előállított burgonyát szántóföldön is tudják tesztelni. A beszerzett géppark is a növény tulajdonságainak vizsgálatát szolgálja. Építettünk egy vadonatúj belépős klímaszobát, egy klímaházat, ahol időjárási körülményektől, évszaktól függetlenül lehet növényeket nevelni, beállított, szabályozott körülmények között, évente több generációt is föl tudunk így nevelni, lerövidítve ezzel a vizsgálatok és a nemesítési szelekciós körök idejét. Több mint 500 millió forint értékben történtek műszer, eszközbeszerzések. Ezek a biotechnológiai eszközöktől kezdődően talaj-növényvizsgálat elvégzésére alkalmas eszközöket jelentenek. Ez a gép is a projekt keretén belül került beszerzésre, és ennek a gépnek a segítségével vizsgálunk növényi mintákat, mint például burgonya vagy paprika. A projekt keretén belül szereztük be ezt a két gépet, ami itt látszik, az Agilent Bioanalyzer készüléket, amellyel nagy tisztaságú RNS és DNS mintákat tudunk vizsgálni. Ez a csúcstechnológiai K+F, tehát kutatásfejlesztési infrastruktúra fejlesztés, ez lehetővé teszi, hogy a növénytermesztés, növénynemesítés komplex átfogó területein előre tudjunk lépni, fel tudjunk zárkózni akár a nemzetközi kutatások élvonalába. Ezeket a fejlesztéseket nem csak a kutatásban alkalmazzuk, hanem az oktatásba, tantárgyi gyakorlatok, szakdolgozati diplomamunkák készítéséhez, illetve természetesen doktori képzésben a tudományos munkájukat végző doktoranduszok is használják ezeket az eszközöket. Kiemelt cél volt az, hogy ezeknek a fejlesztéseknek köszönhetően a régióban, Közép-Európában kiemelkedő jelentőségű növénytudományi kutatási infrastruktúra jöjjön létre. Ez valósult meg most itt Keszthelyen, ami hosszú távon fogja szolgálni munkánkat. Az itt nemesített burgonyák túlnyomó része ellenáll a különböző vírusoknak, több évre visszavezethetően kevesebb növényvédőszer szükséges a termesztésükhöz, szárazságtűrőbbek, nőtt a hőstressztűrő képességük, így a köztermesztésben is versenyképesebbek. Kevesebb vegyszer felhasználással egészségesebb élelmiszer állítható elő, és az egész termesztés technológia termelési folyamat környezetbarátabb módon tud megvalósulni. És ezzel a magyar agráriumot hosszú távon is tudjuk szolgálni, és az itt végzett hallgatókat valóban világszínvonalú naprakész technológiai körülmények között tudjuk oktatni,